Természetesen anyateljel. Ezzel a címmel immár 14. alkalommal szervezte meg a Védőnői Szolgálat 22 azt a bemutató és népszerűsítő családi rendezvényt, mely a szoptatás fontosságára hívja fel a figyelmet. A program hivatalos megnyitóján több anyatejet leadó édesanyát köszöntöttek virággal és ajándékcsomaggal. Jakab a harmadik örökbefogadott gyermekünk, mert hogy nekünk ilyen módon adatott meg, hogy családdá váljunk, és mind a három gyermekünknek tudtunk anyatejet is adni az anyatejadó édesanyák jóvoltából, és igazából az ő nevükben szeretném én ezt megköszönni, és köszönöm a védőnöknek is, akik ezt az utat, vagy ezt a közvetítést végrehajtják, és nagyon hálásak vagyunk, és köszönjük szépen. A megnyitón Csiszár Zsuzsanna a Szociális, Egészségügyi, Esélyegyenlőségi és Sportbizottság elnöke mondott beszédet. Talán nem is gondolnánk, mi mindenre lesz hatással ez a tápláló, kötődési mód, amely a gyermekünket hozzánk fűzi. Egy újszülött számára a környezet legfontosabb tényezője az édesanyja. Ez a kötődési kapcsolat egy szoros érzelmi kötelék, egyfajta láthatatlan köldökzsinór, ami összeköti a babát az édesanyjával. A rendezvényen lehetőség volt ingyenesen részt venni várandós tornán, előadásokon, baba-mama jógán és kerekítő foglalkozáson. Sétálunk, sétálunk, egy kis tombra lecsücsülünk, már rögtön fönn vagyok a hegyen. Sétálunk, sétálunk, egy kis tombra lecsücsülünk, sok édesanyja vette igénybe azokat a szűrővizsgálatokat, melyeket a Gézengúz Alapítvány munkatársai végeztek az egyik teremben. Hát szerencsére itt kerületi szinten mi nagyon jól állunk, tehát évek óta azt tapasztaljuk, hogy a kerületi statisztika az jóval az országos átlag fölött van. Tehát míg az országos átlag ilyen 50% alatti, az egy a fél éves korig tartó kizárólagos szoptatásban, addig kerületi szinten mindig 60% fölött teljesítünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is bizonyítja, hogy szerencsére nem nagyon kell kapacitálni az anyukákat arra, hogy szoptassanak. Akit kell, azokat megigyekszik a védőnő erre biztatni. A gyerekek nagy kedvence volt a közlekedési bemutató, a kézműves foglalkozás és az arcfestés. Nagyon fontosnak tartottam, hogy a gyerekek mind a ketten anyatejjel legyenek főként táplálva legalább 6 hónapos korukig, és sikerült. Könnyen fogadták, könnyen beindult már az első gyermekemnél, a lányomnál is, úgyhogy nem volt ezzel gondunk. Nekem is jó érzés, azt gondolom, hogy a babának is jó érzés, hogy hozzám tud bújni abban az időszakban, abban a pár percben csak mi vagyunk, és egészséges, és úgy tudom legalábbis, hogy a legegészségesebb táplálék. Hiszem is, hogy a legegészségesebb táplálék, amit csak adhatunk neki. A kamarateremben rengeteg kiállító mutatta be termékeit, melyeket kipróbálhattak az édesanyák.